Mosolyogjatok nekem ide egy kicsit. Nagyon jó ott a hátsó sor is, egy picit meg integessetek nekem egyet. Köszönöm, mindenki hátul is nyugodtan, inkább állóba csinálom, meg így Insta-sztoriba is jobb lesz. Úgy. Nagyon jók vagytok. Nézzetek ide, megcsinálom a klasszikust, amit szoktam. Jó? Szuper. Jól sikerült. Tegye fel az a kezét, aki ma csinált már fényképet vagy szelfit a telefonjával. És most azt tegye fel, aki nem csinált egyáltalán. Ez egész érdekes, meg egészen meglepő, mert most itt kivételesen én úgy láttam, hogy nagyon egyformák az arányok. Mert arról van szó, hogy 900 képet töltünk fel másodpercenként az Instagramra. Amióta elkezdtem ezt a mondatot, azóta annyi kép került fel, mint amit itt a kivetítőn láttok. 14 trillió képet készítettünk a tavalyi évben. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben minden egyes ember egyenként a Földön naponta 10 képet készített. Az is, akinek nincsen fényképezőgépe, vagy fényképezésre alkalmas mobiltelefonja, és még az újszülöttek is. Perspektívaváltáson esik át a fotográfia. A fotózás reflex. Amit nem fényképeztél le, az vagy nem létezik, vagy meg sem történt. Amit pedig lefényképeztünk, annak a nagy része egy rakás digitális szemét, amit sosem nézünk vissza. És tudom, hogy azt gondoljátok, hogy ti kivételek vagytok, de higgyétek el, hogy nem vagytok. Én sem vagyok az. Tegyétek a szívetekre a kezeteket. Ott van a zsebetekben a holdra szállás technológiájának a többszöröse. Rajta több ezer elkészített emlék. Mikor néztétek ezt vissza utoljára? Pedig elvileg azért készültek ezek, hogy emlékezzetek. Mert a fotográfia időutazás, a pillanat művészete, amiben meg tudjuk állítani az időt. És megállítani az időt az egy csoda. Csak valahogy ezt a csodát elszürkítettük. Ott állunk életünk nagy pillanata előtt, hátat fordítunk neki, belevigyorgunk a kamerába, megnyomjuk a gombot, és vége. A lényeg az nem velünk történik, hanem mögöttünk. Pedig egy életünk van, és minden egyes pillanat megismételhetetlen. És ezek a képek segítenének nekünk emlékezni, mi mégis hátat fordítunk, csak azért, hogy elmondjuk, elmondhassuk, vagy megmutathassuk, hogy ott voltunk. És közben az emlékeinket csak egy képernyőn fogjuk viszont látni, amit ugye sosem nézünk vissza. Most az előadás kedvéért végigpörgettem a feleségemnek a telefonjában a képeket, és a sok fölösleges kép mellett megakadt a szemem valami, nem azon, amire gondoltak, hanem saját magamon, miközben alszom. Gondolom, köztetek is van olyan, aki el szokott aludni esténként a filmen, én is ilyen vagyok, és ilyenkor a feleségem lefényképez, szelfizik egyet velem. A dolog az most kezd érdekessé válni, ezek az én történeteim, ezek velem történnek meg, ezek az én pillanataim, de én ezekben nem vagyok jelen, mert alszom. De közben már olyan dolgokat is lefényképezünk, amikben nem vagyunk jelen. És aztán reggel fölkelek, a feleségem átküldi, mert cuki vagyok, miközben alszom. De nem csak ezért küldi át, hanem azért, mert már nincs időm körülírni dolgokat. Mert nem szövegben vagy beszédben kommunikálunk, hanem képekben. Mondhatjuk azt, hogy a vizuális kommunikáció forradalmát éljük, de pont a minőségi vizualitást veszítjük el. Csak közlünk, csak tudósítunk, egyszemélyes híradók vagyunk, valóságsót építünk, és közben ez a valóságsó valójában senki más nem érdekel, csak saját magunkat. Csak azért, mert ez öncélú, és valaminek a hiányából készült. És lássuk be, felnagyítunk és túlértékelünk teljesen hétköznapi dolgokat. És közben folyamatosan hazudunk. Azt hazudjuk, hogy csak mi vagyunk egyedül a tengerparton. Vagy hogy csak nekünk, csoboga, vagy morajlik az óceán. Vagy hogy csak nekünk vannak különleges pillanataink utazás közben, vagy egyáltalán különleges az, hogy például ebédelünk, például itt a TED-en. Hányan raktatok fel ilyen szelfit? Egy statisztika alapján egy másodpercnél kevesebb időt töltünk el azok előtt, a képek előtt, amiket lájkoltunk a saját feedünkön, mondjuk a Facebookon. Tehát nem azok előtt, amik tetszenek nekünk, hanem azok előtt, amik elvileg nyomtunk egy lájkot, egy kis szívecskét.
előre legyártott kis matricacsomag, hogy hangulat ikonokkal fejezzük ki az érzéseinket. Fejlesztők és grafikusok azon dolgoznak, hogy előre elkészített ilyen matricacsomagokat gyártsanak személyiségünk különböző jegyeihez. Teljes iparágak épülnek arra, hogy a meg nem nézett emlékeinket felhőkben tároljuk. Gyűjtögető életmódot folytatunk, kapaszkodva életünk meg nem nézett emlékeibe, hátat fordítva a valóságnak és hátat fordítva azoknak a pillanatoknak, amit elvileg meg is élhettünk volna. Azt gondolom fontos, hogy a lényegre koncentráljunk. Fontos, hogy ki tudjuk szűrni életünkből azokat a pillanatokat, amik tényleg valóban fontosak, és nem mondjuk valakinek másnak az Instagramján láttuk, és nekünk is kell egy ilyen, hanem tényleg az, ami a miénk. Azt szeretném, hogyha ezután a beszélgetés után hazamegyünk, akkor egy kicsit mindenki tegye le a fényképezőgépet, vagy a mobiltelefonját, és tényleg éljen, és tényleg a lényegre koncentráljon, oda tudjatok figyelni magatokra. És oda tudjatok figyelni arra, hogy ebben a vizuális zajban, vagy ebből a vizuális zajból ki tudjátok szűrni a minőségi képeket. Azt mondtam az előbb, hogy egy másodpercnél kevesebb időt töltünk egy kép előtt, ami tetszik nekünk. De napi több száz vagy több ezer képi inger ér minket. És hogyha összeadjuk ezeket a számokat, akkor nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan kijön az, hogy több órát töltünk feleslegesen másoknak a valóság súlyát bámulva. És ezek belénkivódnak, és ebből áll össze a mi saját vizuális memóriánk. Mit gondoltok, mennyire nehéz ebben a zajban kiemelkedőt alkotni? Ebben az értelmezésben, ha egy fotós sikeres akar lenni, akkor a képeit instant tartalommal fogja ellátni. A cél nem az, hogy érzéseket adjon át, vagy gondolatokat, hanem az, hogy minél több lájkja legyen, vagy minél több lájkot szerezzen. Mert ebben az értelmezésben a lájk a jutalom. És a közízlés szerint pedig minél több a lájk, annál jobb a fotós. Ezután pedig, mivel nincs normális vizuális oktatás, önjelölt vanabi szerkesztők fogják megmondani nekünk, hogy mi az, ami jó, és tolják az arcunkba az instant szemetet, anélkül, hogy tisztában lennének azzal, hogy egy másodperc nem elég arra, hogy gondolatokat és érzéseket adjunk át. A kedvencem, a várost fölülről fotózó fotósok, akik felkelnek hajnalba, és egyébként szerintem ez a legnagyobb teljesítmény a részükről, felmennek például a Gellért-hegyre, kiülnek a korlátra, mint a verebek, várják a napfelkeltét, megnyomják a gombot, hazamennek, berakják a Photoshopba a képet, rádobják a drámaszűrőt, és már kész is van az instant siker. Csak az a gond ezzel, hogyha egymás mellé tesszük ezeket a képeket, akkor nem tudjuk, hogy Márk, Tamás vagy Krisztián készítette őket, mert nincsen stílusuk. Mert az egyediség teljesen kiveszett, vagy elveszett az önkifejezésben. És mi pedig végleg megtelünk vizuális szeméttel. Szerintem az életünkben a legfontosabb érték az idő. És a fotográfia az itt töltött időnket hivatott megőrizni. Mit gondoltok, mi lenne, hogyha ezek az emlékek minőségi emlékek lennének? Egyszer egy fotós tanárom mesélte, hogy amikor gyakornok volt a 80-as években, akkor épp egy akkumulátorgyárba jött hazafotózni, és a Blau Luisa téren látott egy nyugati értelemben vett jó csajt. Akkor még kevesebb nyugati értelemben vett jó csaj volt, mint most. Bement a szerkesztőségbe. Elmesélte ezt, aztán elment a büfében, és amikor visszament, azt látta, hogy mindenki az ő diáit bámulja. És nem értette, hogy miért. Megkérdezte tőle a főszerkesztő, hogy oké, de hol van a csaj? Nem fényképezte le. És azóta, amit el akar mesélni, azt lefényképezi. Mert a lényeg a történet, a fotográfia önkifejezés, amivel át tudjuk adni egymásnak a szemünket. Egy jó fotó nem közöl, hanem kérdéseket vet fel, és egy jó fotós ebben az óriási zajban kristályként ragyog ki. Szerintem a fotósok az új celebek, az új rockstárok. És a fotográfia egy olyan kapu, amin keresztül be tudunk lépni olyan világokba, ahol alapvetően nem mennénk, mert nem lehetünk ott mindenhol. És egy jó fotó meghatározza a véleményünket olyan dolgokról is, amiben sosem lehetünk jelen élőben. Utaság azt gondolni, hogy a fotózás az objektív. Egy térfigyelő kamera az objektív. De egy ember kezében egy géppel sosem lesz az. A fotográfia szubjektív, akár csak az ember. Köszönöm szépen.